nincs jó helyzetben a Debrecen, hiszen ha megnyer, akkor is a kieső helyen marad, de hogy látják a következő három meccsen, azért kiharcolhatja a bemaradást az NB1-ben? Igen, megoszlanak a vélemények, mi is szeretnénk, hogyha ez a 9 pont összejönne, de lehet, hogy ha az NB2-be jutnánk, akkor talán a megtisztulás megtörténne, mert nem tudom, mi lesz jövőre. Hogyha... Mi magunk sem tudjuk, hogy mi lenne, persze azt szeretnénk, ha bennmaradna a csapat az NB1-ben, de ha bennmaradunk is, óriási változásukra van szükség, és az egyesület vezetőjénél egyáltalán nem látjuk a szándékot, hogy bármiféle megújulás ő hajlandó lenne támogatni, vagy finanszírozni. Úgyhogy mi magunk sem tudjuk, persze nagyon szeretnénk, ha három meccsből hármat nyernénk és bennmaradnánk, magunk sem tudjuk, hogy mi lenne a jövő igazándiból. Isten őriz, hogy kiessünk, mert akkor lehet, hogy megint 5-6-10 évig fogunk vegetálni az NB2-ben. De hogy ez így nem mehet tovább, tök mindegy, hogy bennmaradunk vagy kiesünk, itt változásokra van szükség, az egyértelmű. Nagyon reménykedünk benne, eléggé rizikós lesz az az út, de reméljük, ki fogjuk harcolni. Mai mérkőzéstől mit vesz a Diós Győr ellen? Hát én nagy ilyen jós vagyok. Én egy 2-1-et mondanék a Debrecennek. Nagyon reménykedünk benne, hogy ma legalább leikszelünk vagy nyerünk, és akkor még lehet esélyünk a továbbiakban. Nagyon reménykedem. Nagyon bízok benne, hogy sikerül, de nagy szerencse kell, anélkül biztos, hogy nem fog, és ez győzelmek is kell, ennek legalább két győzelem. Mert hogy minden más eredmény úgy akkor, hogy nekünk jól legyen, mert eddig úgy volt, hogy minden ellenünk volt. De én bízok benne, hogy bennmaradnak. Meg lesz szerintem. Szerintem is. Van esélyünk azért. Ha a fiúk oda teszik magukat, akkor lesz esély. Milyen változásokra gondolnak például a csapat keretében? A csapat keretében, mert mi ugye általában Tesco gazdaságosan igazolunk, tehát rendszerint az utolsó időpontokban, éppen hogy az igazolási szezon határidejének a végének a letelte előtt egy-két nappal esetleg, ha igazolunk, és akkor is olyat, aki ingyen van. Tehát így nem lehet csapatot építeni, hogy Tesco gazdaságosan, ez nem működik, nem meg. És ennek tavaly volt egy kifutott eredmény, mondjuk meg őszintén, lehet, hogy az edzőnek is volt köszönhető, Herceg Bandinak, lehet, hogy nem, de az egy kifutott eredmény volt a Debrecen részéről, az a harmadik hely, mi magunk szurkolók sem számítottunk rá. A reális helyünk az ott volt, ami már előtte is megmutatkozott, amikor ugye a Pontes volt itt, és akit elzavartak, vagy elküldtek, teljesen mindegy, már ott is látszott, hogy a kiesés ellen harcolunk, és ez a realitás sajnos, ezzel a kerettel. Ugye az idei szezont Európa Liga selejtezővel kezdte a csapat, és hát onnan jutott a kiesésig. Ön szerint hol ment el ez a dolog, és mi az oka annak, hogy itt tart a Debrecen? Hát én is csináltam valamikor ezt a sportot fiatal koromban. Valamit úgy sejtek belőle, de olyan nagy okos nem vagyok. De én nem tartom szerencsésnek az edzőváltást. Nagyon szerencsétlenül alakult minden. Nem tudok mit mondani. Tehát nagyon rosszul jött minden. Meg a játékos állomány is, hát elég szerények vagyunk. Szerintem itt nem a, hogy hol ment el, maga a hozzáállás. Itt azzal van a legnagyobb probléma. Nem edzőhiba volt itten. Hát maga ez a mentalitás, hozzáállás, szerintem. Mi nem tetszik a játékosok a csapat mentalitásában? Hát, ahogy rámennek a labdára, meg ahogy beívelnek, ilyen dolgok. Úgy érzed, hogy nem tesznek meg mindent a győzelemért a meccseken? Hát nem mondtam ilyet, de nem adnak bele szívüket, vérüket. Ha ma ezt megteszik, akkor én azt mondom, hogy benne maradunk. Van benne valami rövide. Van benne valami. Egy kicsit lehetnének lelkesebbek, mert az igazság, ez a 12 csapatos mezőnyben itt minden meccs késélen van. És ahhoz többet kell tenni szerintem. Hát szerintem nem tesznek meg mindent a győzelemért, és nem harcolnak annyira, amennyire kéne. Nem a mentalitással, a tudással van baj. Tehát tudással, nem a mentalitás. De a tű sincs, tehát a tavalyi harmadik rendjél... Vagyis hát most mióta, bocsánat, most mióta Kondás, viszont azóta talán van valami kis tűz a csapatjátékában. Meg az legelső meccsen, amikor Vitelki ide került az Újpest ellen, akkor valami egészen más focit láttunk, akkor így egy ilyen letámadásos focit kezdtünk el játszani. Az egészen jól sikerült. Persze tudjuk, hogy így már utólag tudjuk, hogy egy gyenge Újpest ellen sikerült olyan jól. Aztán utána leszálló pályára került az egész, utána motivációval is problémák voltak, az edzettséggel, a fizikai állapottal. Sokan mondták, hogy az volt a probléma, hogy Bűcs Zsoltit elengedték, mint másodedzőt, mert hogy ő nagyon sokat segített annak idején Hercegnek a
az erőlét megszerzésében is. Igazándiból mi nem látunk bele, nem tudjuk, hogy mi lehet a probléma. Minden szinten változás kell jövőre. Változások szükségesek, ez egyértelmű. A legfelülről elkezd a játékosok, mindenki. Aki nem akar itt játszani és nem szívből játszik, az menjen el máshova. Utolsó meccsen a Paks ellen itt fog eldőlni a bennmaradás, vagy már előtte? Szerintem mindenképpen előtte nem fog eldőlni, csak az utolsó meccsen. De ahogy látom most is az eredményeket, otthon még egy-egy volt a Kaposvár. 2-1 a Kisvárdának. Hát ez az, minden ellenünk van. De se egy szerencsés dolog, mert most már, ha jól tudom, marad maximum a Paks rossz szereplése, meg a mi jó szereplésünk. Szerintem az ott csomójelküldésen fog eldőlni. Előbb nem tudjuk kiartolni, szerintem. Hát igen, most még leixelünk, azt aztán a Pakson dől el. Szerintem is a Pakson dől el. Szerintem most ezt megnyerjük, és majd a Paksot is, és akkor már benn maradunk. Mezőkövetsen onnan lendületet kapunk, hogyha most ezt a meccset megnyerjük, onnan már lendületet fogunk kapni. Egy félelmünk, hogy a Paks elleni meccsnek már nem lesz tétje. Most éppen néztük az első fél idő a Kaposvár-Kisvárda meccset, hát ott is amik történnek, a Kogacsics öngolt feje majd, hogy nem a 16-oson kívülről, mindegy. Tehát, hogy szerencsénk se volt, azt kell mondani ebben a szezonban. De én attól tartok, vagy mi attól tartunk, hogy a Paks elleni meccsnek már nem lesz tétje. De persze a cél 9 pont mindenki. Tehát ezt a három meccset hozni kell, és majd lesz valahogy. Ettől félünk, hogy a Paks elleni meccs az már tét nélkül.